Sziasztok! Ebben a mai videóban egy levelet szeretnék nektek felolvasni, amit a gépemen találtam meg, és ez egy levél a 16 éves önmagamhoz, és gondoltam megosztom veletek, mert nyilván rengeteg személyes dolog van benne, amit nem nagyon tudtok a saját életetekre rávetíteni, viszont szerintem nagyon sok olyan dolog van benne, amit egy 16, 14, 17, szóval egy tininek lehet jó lehet hallani, úgyhogy gondoltam ezt egy videóban felolvasom nektek, hát ha érdekesnek találjátok, vagy tanultok róla valamit, vagy legalábbis egy kicsit megismeritek a 16 éves énemet. Úgyhogy vágjunk is neki! Kedves Andi, most 16 évesen úgy érzed, hirtelen mindent és semmit sem tudsz. De ne parázd, mert idővel mindent megtanulsz, amit szükséges. Rengeteg őrült program van az életedben, szinkron, színház, tánc, színisuli. Gyorsan rohan az idő, ne felejtsd el ezeket mind kielvezni, boldognak lenni és hálásnak lenni értük. Hidd el, visszagondolva rengeteg tanulság fog még születni ezekből a tevékenységekből, amiket persze most még nem látsz. Eljársz bulizni, jól érzed magad, szuper, tedd azt, ami jól esik, bár ihatnál kicsit jobb minőségű bort a La Fiesta édesvörösbor helyett. De vágom én, ez is hozzátartozik az élményhez, és ez volt a legolcsóbb a boltban. Viszont ne akarsz sehova se görcsösen tartozni. Ne érezd, hogy az adott társaság elvárásokat állít fel veled szemben, hogy egyfajta módon kell, hogy viselkedj. Ne akarsz senkihez sem hasonlítani, akkor sem, ha a társaságban az éppen a menő. Te vagy, és nem más. A barátságokat és a pasikat nem könnyű összeegyeztetni, ezért hidd el, hogy egy random, félspicces kavarás nem ér meg egy balhét a legjobb barátnőddel, akinek régebben bejött ez a srác. Aki pedig nem akar téged, csak ha buli van, azt bármilyen izgi is ez a helyzet, hagyd a fenébe! Érezd jól magad, ez legyen a fő, nincs semmi gondod, vannak barátaid, munkád, amit imádsz, és még négylábú barátaid is, akik átsegítenek a nehezebb napokon, amikor nem szavakra van szükség. Légy hálás a családodnak, öleld meg őket többször, mondd nekik, hogy mennyire szereted őket. Nem is tudod, hogy milyen gyorsan repül az idő. Itt ülök a számítógép előtt, és neked írok így 7 évvel később. Úristen, el sem hiszem, hogy ilyen rég volt ez a 16. év. Baromi furcsa. Képzeld, YouTube videókat fogsz csinálni, mert nem csak zene van a YouTube-on, mint te azt hitted. Ha ezt valaki akkor benyugi neked, tuti, hogy nem hiszel neki. Cikkeket írsz, nyomod a szinkront, Bencével együtt vagy már több mint 5 éve. Ki is az a Bence? Ne félj, megtudod pár év múlva, de annyit megsúgok, hogy látásból ismered már. Nagyon sokat utazol, elmész Hollandiába, Olaszországba, Párizsba, Ciprusra, megtanulsz síelni, síelsz Franciaországban, Monakóba mész, egyedül utazol repülőn Spanyolországba, jogázni fogsz és random megszereted a zenét. Szóval összességében hiper-szuper dolgok történnek majd veled, és még többek fognak majd, de azt akarom, hogy tudd, hogy büszke vagyok rád, és köszönöm az összes tapasztalatot, az összes jó és rossz döntést is, amik leckikre tanítottak, és azzá tettek, aki ma vagyok. Köszönöm szépen, peace! Hú, ez durva volt, mármint így. Régebben írtam meg ezt a levelet, még karácsony fele, és hát... Ja, most nem nagyon tudok mit mondani. Szóval becsüljétek meg azt, amitek van, és próbáljátok minél inkább a mostban élni. Mert visszagondolva annyi olyan élmény van, amiből tök sokat tanultam, és tök király volt, viszont az adott pillanatban nem feltétlenül értékeltem ezeket a dolgokat. De igen. A gimi az egy nagyon-nagyon szuper időszak lesz, vagy most éppen van az életetekben, úgyhogy tényleg élvezzétek az életet, mert amik a gimiben történnek veletek, akikkel a gimi alatt összeismerkedtek, azok nagy részt végig fognak kísérni titeket az egész életetekben. Jó, nyilván az egyetem is, de a gimi valahogy olyan nagyon meghatározó. Úgyhogy... Ha bármilyen hozzászólásotok van ez a levélhez, akkor mindenképpen kommenteljétek, mert kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok, és titeket is csak arra tudlak buzdítani,
hogy írjatok egy levelet, hogyha most 16-ok vagytok, akkor akár a 10 éves énetekhez, de nagyon érdekes volt nekem így ezt így visszaidézni, ezt az időszakot, úgyhogy próbáljátok ki, és hogyha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és úgy egy új videóról sem fogtok lemaradni, és hogyha még nem nagyon ismeritek a csatornámat, vagy most láttok először, akkor nézegessetek körbe, biztos, hogy találtok olyan videót, ami megragadja az érdeklődéseteket. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!